Üdvözlöm Önöket! Az Újvidéki Művészeti Akadémia negyedéves hallgatóinak diploma előadását mutatták be a Csipkegyárba Szabadkán, a Smile című produkciójuk Géntragédia 3 részben. Köszöntöm hálával és jó barátsággal az újságírókat, úgy mint a nézőket. A Smile című darab egy fédre átirat, Géntragédia 3 részben. A három színe játszódó előadást három rendező, Táborosi Margaréta, Lénárd Róbert és Hernyák György osztályvezető tanár fésült előadássá. Mi van? Ne. Hát szarnak ezek a munkába is, meg az energiába is, meg mindenbe bele. Fédra! Mi van? Azt mondtam, hadd fejezze be! Hogy van ez, tanár úr? Az alapképzés diplomavizsgáját ki állítja össze, ki ez a generáció, mit kell tudni róluk, és mekkora beleszólása van az osztályvezető tanárnak? Hát ezt hárman csináltuk, ez egy rendhagyó diplomavizsga. Ezt hárman rendeztük, Lénárd, Robi, Táborosi, Margaréta és én. Lévő, hogy Lénárd írta a szöveget, és akkor úgy véltük, hogy ez jó lenne, ha felosszuk a három felvonás három felé. Ilyen még nem fordult elő eddig, most először. Mit kell tudni erről a generációról? Hanyadik a kők, és milyenek? Ez az én hetedik generációm, és ők a 21. magyar generáció, számítván ez 94-től. Akkor kezdődött, akkor nyílt az akadémia, és akkor vették fel az első magyar színészeket. Amikor valaki befejezi az alapképzést, akkor már az osztályvezető tanár és úgy általában a tanárok látják, hogy kiből lesz a cserebogár? Persze, hát na most a személyes élményet tudom elmondani, hogy akit én fölveszek, ugye a majd következő most fölvételén egy hónap múlva körülbelül, azért mindent megteszünk, hogy színész faragjunk belőle. Hogy most ők el tudnak-e helyezkedni, avagy sem. Én már egy 10 év ezelőtt elmondtam, hogy gyerekek, nem lesz munka. És mindig szerencsére csalódtam. Valahogy mindig kurtán furcsán, mindig elhelyezkedtek ezek a gyerekek. Mostanában már mennek ki külföldre is, de a nagyobb része itt maradt még mindig. Mindent hallottam. Nyugi, semmi akarom, hogy kiteregessem a családi szennyeset. Akkor meg mi a felünk keresed? Leszakadtam a csoportról. Neked nem itt nem szabadna lenned, hanem a föld felszínén. Ne! Kérlek szépen, ne! Hogy kell elképzelni ezt a görög tragédia mintájára íródott fédrát, ami mégse fédra? Miről szól ez igazából, egy kortársított változat? Kortársított változat, a mitológiai tényekhez hűek maradtunk, és a nyelvezet lett mai, tehát például nem azt mondja Fédra, hogy ó, beszomorú, benyomorult az asszonyi sors, hanem nagyon rosszul érzem magam. Tehát például ilyen módon kell elképzelni a mai nyelvezetét, persze azért ez meg van fűszerezve Lénárd Róbert humorával, írói vénájával, és azok a sorstragédiák, amik bekövetkeznek, a mába ültetve úgy érzem, hogy a nézőhöz hamarabb eljutnak ezzel a kortársított szövegváltozattal. Vidám, vagy én olvastam a Playboyban, hogy sokáig nyomogatom. 3,5 órás előadás. Mennyire színész próbáló egy ilyen 3 felvonást és 3,5 órát végigzúzni? Hát ez az egész próbafolyam a színész próbáló volt. Maga az előadás is az, hiszen be kell koncentrálni az energiát, tartalékolni kell, közben 8 millió kellék van, díszletelem, mindegyiket mi csináltuk, mi készítettük, és nem tudom, hogy elmondták-e, de hogy ugye az eső, vagyis hát Zeus villámai, hát ők úgy gondolták az égiek, hogy hát bent kell, hogy legyünk, hiszen nem biztos, hogy egyszer csak elkezd esni az eső, úgyhogy hát ilyen 3 havi munkánk így hirtelen így le a lefolyón. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon megterhelő próbafolyamat volt. Reggel 6-kor fejeztük ugye az adaptálást, és utána egy próbát, szóval ez ilyen duplán-triplán színész próbáló munka.
Gyakorlatilag ez diplomavizsgának akkor egy dupla csavar, hiszen ilyenkor azt is kipróbálhatjátok, hogy milyen egy teljesen váratlan úgy helyszínen lenni, és gyakorlatilag majdnem beugrani egy új részébe az előadást. Hát igen, szokták mondani, hogy a színésznek jó az, hogyha tud improvizálni, vagy van ilyen készsége. Hát igen, most itt kellett elég sokat, de azt gondolom, hogy mindenki oda tette maximálisat, 100%-ot adott, sőt 120%-ot, és azt gondolom, hogy elég jól sikerült ez az egész történet. Én örülök neki, hogy végül is bekerültünk, hiszen elég nehéz volt az elején úgy próbálni, hogy ugye egy nagy tér, ezt az egész komplexumot ugye bejártuk, és elég nehéz volt így színészileg megtartani azt az energiát, hogy amíg átmegy a néző A-ból B-be, hogy az intenzitás maradjon. Ez egy kicsit megkönnyítette, de ugyanakkor megnehezítette, hiszen kint mondjuk van 10 méter sétálnivaló, itt meg hirtelen lett 3. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes vizsga volt, de én nagyon örülök, meg totál jónak gondolom azt, hogy 3 órás vizsgánk van, 3,5 órás, ugye ebben a szünetek is benne vannak, hiszen azoknak is nagyon nagy megpróbáltatás, akik egy karaktert visznek végig, de azoknak is, akik meg többet, hiszen van egy 10 perc, hogy átvarázsoljuk magunkat egy teljesen más karakterbe. Na mit szólsz? Milyen jelenlegi kortárs problémákat vetettél fel, ha már átíródott, és ha már májasítottátok a szöveget, akkor mik azok a problémakörök, amiket esetleg pluszban behúztál az ismert Fédra problémaköröket mellett? Hát, ugye a Hernyák György tanárúrral elég sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne átpolitizálni ezt a dolgot, akár egy kicsit maibb szemszögből, mert hogy az, ami igazán megváltozott, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez az anyag ellenáll. Nem arról van szó, hogy nem engedi meg magának a politikai színházzá válást, hanem egész egyszerűen ellenáll annak, hogy az legyen a lényege vagy a központja. Tehát van itt közbeszerzés, meg politikai alapon elosztott pénzek, meg minden vacakság van itt, meg hamis populista politikustól kezdetileg mindent bele lehetett pakolni, de valahol azt, hogy a sorsunkat hogyan hordozzuk, amiről ugye minden görög tragédia, vagy minden görög mitosz szól, az kiírthatatlan ebben, és nem is próbáltuk még igazából kiírtani, tehát nem mondom, hogy próbálkoztunk vele, csak egyszerűen, amikor összenézi az ember ezt a 3 történetet, akkor tényleg az jön ki belőle, hogy minden áron azt akarja megvalósítani, hogy hogyan válik sorsszerűvé az, hogy egy család létezik, és ebből hiába próbál elmenekülni az ember, tehát le lehet lépni a Minotaurusztól, de a Minotaurus az valahol bent van. Ugye ez egy diplomavizsga, te is rendeztél egy felvonást a két társaddal egyetemben. Milyen az osztály, milyenek ezek a gyerekek, mennyire képlékenyek, mennyire szívják be az instrukciókat, mennyire jó alapanyag, ha lehet ezt így mondani ők? Alapanyagnál azért jóval többek. Hát én nem először dolgozom velük. Tehát nekünk volt tavaly egy zaphegyezőnk, amit Újvidéken csináltunk, és ami azóta szédületes karriert futott be, hogy úgy mondjam. Remélem nem tűnik szerénytelennek. Úgyhogy igazából nem először dolgoztunk, de akkor ugye egy darab szereplőt játszottak mindannyian, plusz a körítés. Tehát ilyen kibeugráltak egy darab szerepből, ami a Holden Caulfield. Itt most egy nagyon egyértelmű, egy jóval klasszikusabb dolgot fogtunk meg. Tehát itt vannak klasszikus értelembe vett szerepek, klasszikus értelembe vett szerepeket klasszikus értelemben is játszanak, rendesen, ahogy kell, ponttal, kontrapunkttal. Tehát igazából szerintem ez volt valahol idén a cél, vagy hogy ez e felé próbáltuk tolni a dolgot, és én azt gondolom, hogy nagyon jól csinálták a dolgokat, igen. Az ismert görög tragédiát tehát Lénárd Róbert szövege tette maivá. A mosoly állarcát használva egy teljesen új családdráma született. A Budapesti Katona József Színház szerepelt Újvidéken a 64. Sztéria játékokon. A Magyarországi Színház az Itaka című előadásokat versenyen kívül mutatta be a Szerbia legnagyobb színházi fesztiváljaként számon tartott rendezvényen. Apám gyomrában mellvértet és sisakot kovácsolt nekem. Mikor elkezdte őket kalapálni,
Zeus feje majd széthasadt a fájdalomtól, Hephaistos sietett segítségére, kalapácsával ütés mért apám fejére, és akkor kipattantam belőle én. Tadám! Gyermekei és hű felesége. Hallgassatok ide, ti nemes kérők, kik szerényen szólva is évek óta all-inclusive ellátásban részesültem. Sátrak lángokban végig a parton. 10 éve háborúzunk, de van bennünk. Az Ithaka című előadás Homérosz Odüsszeáján alapszik. A darab ugyanakkor új megközelítésben mutatja be Odüsszeusz a görög mitológiai hős történetét, női szemszögből elemezve. Központi témája a férfiak és a nők viszonya, egykor és most. Womanizer. 10 éven át harcoltam Trója alatt. Tulajdonképpen a nemi szerepek a társadalomban, annak változása, és azt gondoltam, hogy egy ilyen ősi, vagy talán inkább csak régi szöveg egy jó alap és egy jó kiinduló pont lehet egy ilyen kalandnak, hogy ezt valahogy megvizsgáljuk, ezt a kérdéskört. Hazaértem Ithakába. A darab Odüsszeusz 20 évig tartó bolyongását mutatja be haza Ithakába, amely során számos kihívással, illetve női csábítással is szembe kell néznie, miközben felesége is várja otthon. A színpadilag, formailag és zeneileg is izgalmas kortárs előadásban a görög mitológiai hős egy öniróniával rendelkező fellengzős macsó férfi, aki hol unottan, hol leleményesen, hol pedig viccesen viseli el azt, hogy a nők folyamatosan beleavatkoznak az életébe. Az előadás szegmensekből áll, és a történetek szinte mindegyike iróniával van fűszerezve. A több műfajt felidéző darabot zenei betétek és táncok színesítik. Az előadás szövegkönyvét Szabó Székely Ármin és Závada Péter készítették, a díszletért pedig Balázs Juli volt a felelős. Ebben az esetben amúgy az is egy vágyam volt, vagy egy vállalás volt, vagy egy elképzelés volt, hogy ez egy több összetevős dolog legyen, tehát a szövegírókon vagy a szerzőkön túl olyan koreográfussal dolgozzak, például a Hód Adriennel, akit én nagyon sokra tartok, és nagyon szerettem volna valahogy a közelében tartózkodni, vagy belelátni a fejébe. Úgyhogy én azt hiszem, hogy talán ez okozta azt, hogy olyan formában tud az egész megszólalni, amit modernnek lehet érezni, ez nagyon jó leső gondolat nekem. Mindig keverem, és én a zöldet szeretem. Jaj, azt tudtad, hogy a polipoknak rendkívül fejlett... A Homérosz eposzát merészen újra értelmező előadás a macsó társadalmat veszi górcső alá, jócskán megtépázva a görög mitológiai hősről kialakult elképzeléseket. Odüsszeusz szerepét Nagy Ervin alakítja. Ja, és három szívű. Én örömmel szoktam a nagy hősi figurákat valahogy egy kicsit idézőjelezni, vagy a porba rántani. Szerintem ma már egy tisztán hősi eposz, ami csak arról szól, hogy egy férfi mennyire csodálatos, mennyire zseniális, mennyire különleges, és mennyire világon felüli, az ma már szerintem egy kicsit banális. Ettől függetlenül ezt egy női előadásnak gondolom. A nők, ahogy látják a férfiakat. Na, jól van. Végül is nem vagy te olyan hitvány. Se beszédre, se kinézetre. Mostatlan macsó. Nagy Ervin mellett Mészáros Blanka, Jordán Adél, Fullajtár Andrea, Ruyder Vivien, Kis Eszter, Ónodi Eszter és Bodnár Erika játszik még az előadásban. Talán én nekem az érdekes ebben az előadásban, hogy most valami
nagy mítikus, nagy legendáról egy kicsit úgy megpróbáltunk ember közeli helyzetbe kerülni, és egy kicsit úgy megnézni mind a két nemet, hogy hogyan jövünk, hogyan vagyunk mi egymással. Ahány nő, annyiféle kapcsolata egy férfinak az életében lehet. Tehát mindenkihez másképp viszonyul, másképp. És nem biztos, hogy nekünk el kéne az dönteni, hogy melyik történetben ki fog győzni, ki a győztes, és ki a kemény ellenfél, vagy nem tudom, vagy kit kell sajnálni. A Sztéria játékok közönségét elvarázsolta a budapesti Katona József Színház vendégjátéka, a 64. alkalommal megrendezett színházi fesztivál legizgalmasabb pillanatait, ugyanakkor kétségkívül a versenyelőadások váltották ki. Idén 8 szerbiai előadás versenyzett a díjakért, és a zsűri döntése alapján a legjobb előadásnak az Újvidéki Színház Hasszán Aga felesége című darabja bizonyult. A jó asszony jól csinálja a dolgát. Nem akartak aludni, hanem örömükben ugráltak az ágyon! Velem az is Az Urbán András rendezte előadás összesen 4 díjat nyert. A legjobb előadásnak járó elismerés mellett Béres Márta a legjobb színésznőnek, Vedrana Bozsinovics a legjobb dramaturgnak, Iréna Popovics pedig a legjobb zenéért járó díjat vehette át. Néprajzi gyűjtéseket, képzőművészeti alkotásokat és mesemondást értékelt a zsűri a 25. Kálmány Lajos népmesemondó versenyen Zentán. Annak a hitnek az örököse 2005 kategória. Az eseményre Vajdaság minden részéről érkeztek versenyzők. Kétnapos nagy rendezvény, amelynek egyik legfontosabb kísérő rendezvénye a Kálmány Lajos népmesemondó verseny volt. Egy olyan nagy sikerű anyanyelvi népköltészeti vetélkedő, amely 25 évvel ezelőtt, 1994. május utolsó szombatján a Zentai Városi Könyvtárban szinte az egész Vajdaságban 80 fiatal gyűjtött maga köré, hogy a magyar népmesekincsből tetszés szerint egy-két mesét vagy meserészletet adjon elő. A mesét mondó gyerekeket két csoportba osztva hallgatta meg két bírálóbizottság. Hát én egy ilyen Mátyás királyos mesét választottam, ezt az Egyszer volt Budán kutyavásárt, és úgy emlékszem, hogy 4 éves korom óta mesélek. És milyenek ezek a mesemondó versenyek? Szeretsz ezekre járni? Nagyon, nagyon megtisztelő, hogy eljöhetek egy ilyenre, mert szeretném támogatni ezt a népmesét, hogy többen is jöjjenek, és igen. Csoda szép királylány volt. De születése óta a száját egy árva szó sem hatt el. Hívatta a király kuruzslókat, doktorokat, bölcseket, varázslókat. Egyik sem tudott rajta segíteni. Így ment ez egészen addig, míg egy szép napon arra járt Hősz Aggastyán. Hát az a címe ugye, hogy Én Biza azért is, és az asszony és az ura veszekednek, vagyis hogy nem is veszekednek, hanem beszélgetnek, és az asszony mindig azt mondta, hogy Én Biza azért is, és az ura pedig mindig az ellenkezőjét mondta annak, amit akart. A versenyen nem csak gyerekek, hanem felnőttek is indulhattak, ebben a kategóriában is számos jelentkező volt. János, azokat mit csinálunk? Hát, kisasszony, kérem, mondja a János. Hát az úgy volt, hogy az felállt a másiknak a hátára, azért, hogy megnézze, hogy messze van-e a kanász, hogy elszökjenek a kukoricába. Hát, van, mennek tovább, mennek a csordából, hát ott meg a bika ugorja a tehát. Hát, mikor megszólal a kisasszony? János.
azok ott mit csinálnak? 12. éve vagyok itt, és én mindig is nagyon szerettem ezeket a versenyeket, ugyanis felbírom venni a népviseletemet, mivel hogy saját népviseletem van, amit anyukám vart nekem. És ez mindig egy ilyen kiugró pont, és nagyon szeretek ugye változatos lenni, és minden évben másmilyen stílusú mesét hozok, hogy ne legyen olyan unalmas. Milyen stílusú mesék állnak hozzád közel? Miket mesélsz szívesen? Hát az ilyen viccesebb meséket, most például erotikus vajdasági magyar népmesét hoztam, meg tavaly is, és hát szerintem egy olyan korú emberhez, mint én, ez illik. János, hajtson maga arra az erdő felé. De hát, kisasszon, arra rázós az út. Nem baj az János. Nem volt mit tenni a Jánosnak, hajt az erdő felé. Kicsit beérünk az erdőbe, amíg szólal a kisasszon. Jaj, János. Szellentettem. Nem volt mit tenni a Jánosnak, kű is elővette a csidi bunkóját, azt megbüntette a kisasszony. Ez egy nagyon szép és gazdag és komplex verseny, és különösen annak örülök, nem csak annak, hogy 25 éve már szinte töretlenül minden évben meg tudták ezt rendezni, hanem annak is, hogy ez nem olyan verseny, ahol a vers és prózamondó verseny mellett népmese is szerepel, hanem kezdettől kifejezetten a népmese műfajára koncentrál. És azért is mondtam, hogy komplex verseny, mert hogy mese illusztrációkat is kérnek, és néprajzi kategória is van. És aminek nem csak mint magánszemély, hanem mint a Hagyományok Háza néprajzos munkatársa is nagyon örülök, az az, hogy itt felnőttek is versenyeznek, ugyanis sok mesemondó versenyen szinte csak óvodás vagy kisiskolás gyerekek jelennek meg, de hát a Hagyományok Házában mindig azt hirdetjük, népmesemondó tanfolyamot is tartunk, és ott is hangsúlyozzuk, hogy a népmese az azért elsősorban felnőtt műfaj volt. Idén is meghirdették a meseillusztrációs rajzpályázatot a mesemondás és néprajzi gyűjtés mellett. A rajzpályázat helyezettjeit a megnyitón hirdették ki. Varga Balázs rajza lett a legjobb. Ezt választották a rendezvény plakátjának. Nagyon hálásak vagyunk a pedagógusoknak, illetve a szülőknek, hiszen eljutottunk oda, hogy leginkább vajdasági mesegyűjteményből válogatnak meséket a gyermekeknek, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az óriási népmesekincsből azokat az értékeket emeljük ki, amelyek hozzánk tartoznak, hozzánk kötődnek. Nagyon fontos az számunkra, hogy minden gyermek nyertesként élje meg ezt a versenyt, és számtalan nyereménnyel is készültünk az idei évben, különlegességekkel, illetve egy minden versenyző kapni fog egy aranyalma díjat, amelyet a Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, illetve a szervezők adnak át minden egyes mesemondónak, illetve néprajzi gyűjtőnek. Jaj, ne mondd! Minden asszony plegyka. Az enyém az nem. Nem különb a tiecsi az enyémtő, a szomszéd asszonytő, vagy az összes többitő. Az én feleségem, az el nem mondana a házból senkinek semmit. Jó van, komám, szondja Hunyori. Akkor fogadjunk 5 liter borba, hogy te hónap délutánra kimondottan 10 tojást tolsz. A 25. Kálmány Lajos népmesemondó verseny számos munkát értékelt felnőtt és gyermek kategóriában egyaránt. Jövőre is várják az érdeklődőket. Önök az idei kulturális évad utolsó vitrázsát látták, legközelebb majd csak szeptemberben találkozunk, viszontlátásra!